Jól nézek ki a szemüvegben? Csak Tehát jól nézek ki a szemüvegben, csak vegyem le. Sziasztok, elérkeztünk a 14. haul videóhoz. Nem gondoltam, hogy idáig el fogunk jutni. Tényleg, tehát, hogy nem vagyok ennyire kitartó azért a sorozatjaim epizódjainak megtartásában. Szerintem ez az egyetlen sorozatom, ami 10 felé ment. Szóval itt a 14. rész, és lássuk, hogy milyen cuccokat kaptam. Vannak mind előttem a földön, csak nem tudom először, mit mutassak be. Elsőnek szerintem ezt az egeret szeretném bemutatni. Várjál, ezt vettem a múltkor 1000 forintért a Tesco-ba. Szóval az első dolog, teljesen becsukom a szemem és úgy fogok választani a lábammal. Lássuk, mi ez. Én nem is emlékszem erre a dologra. Hát mi ez? Ez mi a? Fürdőnadrág. Szóval, hogy felpróbáltam, eléggé kényelmetlen, tehát hogy felállok most ide, nem tudom, látszik-e. Szóval, hogy kicsit úgy érzem magam, mint Nemecsek, amikor lement a grundra a többiekkel játszani. Valahogy ez nem az én stílusom. Jó, kimondom, én utálom ezt a nadrágot. Szóval, hogy én ezt visszaküldném, hogyha lehet. Annyira szűk, mint hogyha mindjárt elmegyek benne vízipólózni. Vízipólózni. Nem tudom, de ez jutott eszembe. A következő dologra az a definiálás, hogy olyan emberek hordják, akik nagyon fontosak, akkor ebben a világban a taxisok a legfontosabbak. Mert mindig ilyen látok a taxisokon. Nem tudom miért, így be van rakva nekik, mint a milliárdosoknak, így. Én ezért rendeltem ezt a dolgot, hogyha kimegyek az utcára, vagy most suli kezdésre megrendeltem, hogyha bemegyek az órára, és rám néz a tanár, akkor azért lássa rajtam, hogy egy fontos ember vagyok, egy fontos emberrel beszélget, egy fontos embert feleltet, egy fontos embert kényszerít rá arra, hogy leírja az aznapi dolgozatban, hogy milyen leckét tanult. Tehát, hogy nem lehet bármit megtenni, hogyha ez rajtam van. Úristen, ezt a kamuszöveget igazából azt sem tudom, hogy működik. Mernék fogadni, hogy az emberek 80%-ának be sincs kapcsolva, csak fel van rakva, mert ez raj. Rózsika, Rózsika, megmondtam, adj enni a teheneknek, nem. Rózsika, figyelj rám, figyelj rám. Ezt nem, letette. Lássuk, mik vannak még itt. Megmutatom azért nektek a legcsúnyább cipőt, ugye ez a következő termékünk. Így néz ki. Ez mi? Szerinted ez szép? Figyelj, hogyha mondjuk fesztiválra szeretnél menni, és egy filctollal egy Nike-jelet felfesteni az oldalára, és még villog is a talpa, úgy szerintem? Igen, mert ugye ennek villog ugye a talpa, azt, hogy kell beüzemelni, még mindig? A ledek kiakadt benne. Hallod, mi van ebbe benne? Ez egy tipni a falba. Dobd ide. Tényleg? Igen, az egy tipni a falba, meg... És ez egy zsírúj cipő, és a belseje már össze van nagyjából szakadva. Hogy kell vajon beüzemelni? Hoppa! Hoppa! Gyerekek! Csak hozzá kellett nyúlnom! Gyerekek, fogd meg! Hallod? Hallod, nem a méretem. Azt nézd meg! Várj, mit ír az alja? Nem tudom, de én szerintem meg kellene kérdezni valakit, hogy ez hogy áll. Hallod? Nekem. Eladom. Nem adod el? Eladom 400-ba, felezzük a pénzt. Habár. Add ide a cipőt most azonnal, add ide. Nem, nem. Megyek. Hallod? Ne. Ne vidd el. Hallod, ez király. Csak a dizájnja kívülről eléggé a Tesco-s, de azon kívül király. Haladjunk szerintem tovább, hogyha már egy ilyen király dolgon van, akkor már mit veszíthetünk. Ha már a cipőknél tartunk, rendeltem két ilyet. Így. Az egyik nem a méretem. Voltam annyira retardált, és nem a méretemben rendeltem. Ez a méretem, ez meg nem a méretem. És találjátok én, melyik tetszik jobban, nyilvánvalóan ez, és ez kicsi a lábamra. De én meghozom azt az áldozatot, hogy beleerőltetem a lábam, és úgy megyek végig napokon keresztül, mert nekem tetszik ez a cipő. Teljesen egyedi tényleg, tehát minden második emberem már ilyen van, de nekem akkor is tetszik. A kényelmességről egyébként azt tudnám elmondani, hogy olyan, mint az okniban lennél, hogyha méreted a cipő, szóval ez olyan, mint az okniban lennél. Ez egy picit olyan, mint az okniban lennél, helyenként eláll a vérkeringés a lábadban, de attól függetlenül szerintem ez egy király dolog. Na hát, igazából három cipőt mutattam be egy perc alatt, szóval mezitláb már nem maradok ebben a hónapban. Következő termék, próbálom kihalászni. Itt is van, ez ugye egy ilyen kis VR, mit ír rajta? VR Shinecon Virtual Reality Glasses, tehát hogy ez egy virtuális szemüveg, amiben belerakod a telefonkészüléked, és elvileg tudjuk, hogy milyen
hatást kellene keltsen, tehát ez egy VR szemüveg. De most egy olyan videót rak be, ami 360 fokos lesz, és ahogy mozgatom majd a fejem, úgy ugye lehet majd nézni a videót. Azt a rohadt! Jól van. Hát én itt kiégtem, gyerekek. Én itt kiégtem. Konkrétan... És látok mindent, mert 360-as a videó. De nem pofázzál már. Wow. Na várjál, belevittetek a videóba, hogy... Itt van előttem egy ilyen... A járdán egy ilyen cucc. Na hát ez egy nagyon király dolog. Egyszer majd, hogyha beleszek rúgva, akkor biztos, hogy fel fogom rakni és úgy fogom használni, mert szerintem úgy nagyobb élvezet lesz. Következő dolog az semmi extra igazából, csak a tévémnek adott egy ilyen kis androidos cuccot, amivel tudok YouTube-ot meg hasonló dolgokat nézni. Skype-on tudok a tévémmel meg hasonlók. Ez egy ilyen kis androidos... Smart multimédia player, nem tudom mi. Semmi extra. Azon kívül itt még van egy powerbank, egyébként valami történt a telefonomon, naponta 4-szer kell töltenem. Nem feltétlen azért rendeltem, ez ugye időközben romlott el, amit a telefonom. Ez most ilyen tényleg nagyon nagy, és akkor ezzel tudom tölteni a telefonom. Egyébként a súlya is megvan, elvileg ütéshálom, mondjuk ezt látom a külsején és érzem is, hogy ez... Ezért ez nem műanyag. Elvileg azt hiszem vízálló is, illetve van rajta egy ilyen lámpa. Hopp, fel is gyúlt. Megkérdezheted a következő termékre, hogy miért rendeltem meg, de magam sem tudom. Ez nem tudom mi. Tehát, hogy van egy ilyen, és kaptam már egy... Tesó! Kaptam vele egy ilyen távirányítót, de nem tudom kezelni. Hallod? Ez meghalt. Következő és egyben utolsó cucc, gyerekek. Nem tudom milyen felkonfot adjak neki, hogyan konferáljam fel ezt a cuccot. Ez a kedvencem az összes közül. És az új játékszerem. Gyerekek, őszintén mikor megvettem, megrendeltem ezt a cuccot és megjött, én voltam a világon a legboldogabb ember. Vagy ló. De én voltam a legboldogabb. Igazából az a helyzet, hogy nagyon meleg belülről, de én nagyon imádom. Tehát, hogy... Jaj, te lát! Jaj, ne nézzél már, olyan csúnya vagy ezekkel. Dehogy vagyok csúnya, hagyjad már. Tesó, ezt ne csú... Tesó! Figyelj! Hallod? Megkértelek szépen, hogy hozd a zabot. Hol a zab? Kérem a zabot. Csá! És gyerekek, igazából ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek, hogyha így van, nyomjatok egy lájkot. Találkozunk a következő videóban, hogyha ez a videó eléri a 10 000 lájkot, akkor ebben a kis maszkban kimegyek az utcára, és megnézzük, hogy hogyan is reagálnak az emberek egy ilyen maszkra. A franc, megettem a saját kezem. Szóval találkozunk a következő videóban, hogyha nem vagytok még, akkor iratkozzatok fel. Dezső Bence voltam, gyertek át Facebookra, egyébként minden este szoktam live-olni, illetve aktívoskodom. Snapchat, Instagram, minden a leírásban van. Találkozunk a következő videóban. Dezső Bence voltam, sziasztok!